Köszönöm szépen, kedves államtitkár úr, kedves kollégák! 4 éven át egy másik női jogi bizottságban tevékenykedtem, az ENSZ SZIDÓ bizottságának voltam tagja, ezért különösen is fontos a szívemnek a pekingi nyilatkozat és a pekingi cselekvési terv, ami ugye egy olyan 20 évvel ezelőtti dokumentum, amely végig tekinti a nők helyzetét az egyes területein az életnek, és kijelöl célokat, cselekvési terveket, hogy mit is kellene csinálni, hogy jobbá tegyék a nők életét ezeken a területeken. Nagyon örülök neki, hogy az olasz elnökség azt tervezi, hogy lesz egy átfogó képalkotás arról, hogy Európában mit tettek, mit tettünk a nők helyzetének javítása érdekében. Magyar képviselő nőként azonban szeretném fölhívni a figyelmet egy nagyon fontos szempontra. Nagyon jó lenne, hogyha ehhez a képalkotáshoz valóságos nők valóságos történeteit hallgatnák meg, tehát nem kizárólag ugye minisztériumi íróasztalok mögött születne ez a képalkotás, hanem meghívnánk ide nőket, akik az élet különböző területeiről beszélnének saját tapasztalataik alapján, például NGO-k, vagy pedig egyébként olyan nők, akiket az adott terület érint. És nem általában európai nőkről kell beszélnünk, hanem kell külön beszélnünk például a másodosztályúnak tekintett országokban élő nőknek a helyzetéről, ami nem hasonlítható össze az úgynevezett régi tagállamok, illetőleg a gazdagabb országokban élő nőknek a helyzetével. Óriási különbség van mondjuk egy görög nő és egy német nő helyzete között. Nagyon nagy különbség van egy magyar nő és egy osztrák nő helyzete között. Tehát én azt kérem, hogy hívjunk meg ide görög nőket is, hívjunk meg ide magyar nőket is, vagy román nőket is, akik világosítsák fel a tisztelt Európai Uniót arról, amiről úgy tűnik, hogy nem sok fogalma van. Például, hogy mondjuk, hogy néhány területet végigvegyünk a pekingi cselekvési tervből, illetve nyilatkozatból, mondjuk a nők és a munka világa kérdésében. Ugye szó volt itt a bérszakadékról, de bérszakadék nem csak nők és férfiak között van, hanem kelet-európai, kelet- és közép-európai, dél-európai és nyugat-európai nők között is. Tehát mondjuk egy magyar nő hátrányos helyzetben van, mint nő és mint szegényebb országbeli. A nők és a munka világa témában egész más a helyzete annak a nőnek, aki mondjuk 200 eurós munkabérért dolgozik teljes munkaidőben és teljes munkajogi jogfosztottságban, ami számos kelet-európai országban előfordul. Hallgassuk meg tehát, amikor az európai nők helyzetéről akarunk képet alkotni, hallgassuk meg ezeknek az asszonyoknak a tapasztalatait, például a 60-70 ezer forintért nyugat-európai tulajdonban lévő áruházláncokban dolgozó magyar eladónőknek a tapasztalatait, vagy akár a három műszakban dolgozó olyan ápolónőkét, akik 250 euró körüli összegből kell, hogy eltartsák adott esetben a gyerekeiket. Ez mindjárt átvisz bennünket a nők és a szegénység témakörébe is, hogy hogy ugye ezekben az országokban igenis szegény lehet olyan nő is, aki adott esetben teljes munkaidőben dolgozik, sőt még olyan is, aki magasan iskolázott és van munkahelye. Ez egy alapvető különbség a nyugat-európai nők helyzete és a mi helyzetünk a nálunk dolgozó asszonyok helyzete között. A nők elleni erőszak téma. Abszolút szívügyem, erről írtam a PhD-met, könyveket írtam mondjuk a családon belüli erőszakról. Ugyanakkor itt is óriási különbségek vannak, mert nyugat-európai nőtársaink sokkal kevésbé ismerik azt a helyzetet, amit mondjuk Magyarországon élő falusi nők megtapasztalnak. A folyamatos, nagyon sajnálom, hogy a kedves nyugati képviselőtársnőink most sem hajlandóak ide figyelni ezekre a tapasztalatokra. Úgy látszik, hogy valami számomra értetetlen okból irritálja őket az, amikor a szegényebb nőtársaik helyzetéről van szó.
régebben ismertük a nő mozgalomban azt a kifejezést, hogy sisterhood, hogy nővéri szolidaritás. Én most ebből várok el önöktől egy kicsit, hogyha lennének kedvesek odafigyelni akkor, amikor beszélek. Hálásan megköszönöm. Nos, tehát a nők elleni erőszak témában például... Señora Morvay, se la está escuchando con respeto por... Jó, köszönöm szépen, ezt még élek nem fogom megérteni, hogy amikor rendszeresen a fele hiányzik a taktársaknak, akkor miért kell olyan nagyon takarékosnak lenni az idővel, mindegy. Tehát nők elleni erőszak témája is más, tömeges bűnözés van mondjuk Magyarországon, és reszketnek az idősasszonyok a falvakban, és nincs rendőri fellépés, teljes a kiszolgáltatottság a bűnözésnek. Prostitúció és nőkereskedelem. Nem lehet erről általában beszélni, amikor a kelet-európai szegény országok a küldő országok, és a nyugat-európai országok pedig a fogadó országok a nőkereskedelem, és a prostitúció szempontjából, tehát itt is más a helyzet. Ne kéne nézni azt, hogy mi a helyzete azoknak az asszonyoknak, akik ugye migránsok az Európai Unión belül, gazdasági menekültként mondjuk Magyarországról vagy Romániából mennek Ausztriába és Németországba. Rengeteg olyan kérdés van, tehát amit úgy tűnik, hogy vagy tabu témaként kezelünk, vagy pedig eszébe se jut az Európai Uniónak, hogy amikor európai nőkről beszél, akkor ne csak a nyugati tapasztalatot vegye figyelembe, hanem a szegényebb országok nőinek, asszonyainak és lányainak a tapasztalatait is. Köszönöm szépen. L'onorevole Morvay faceva riferimento, beh, innanzitutto, insomma, valutate voi, invitate le donne che ritenete di invitare nelle audizioni, non sta a me, non sta la Presidente in esercizio decidere chi dovete invitare nelle vostre audizioni, ha la possibilità di chiederlo alla Presidente. Lei faceva riferimento invece a un punto molto importante, che è quello delle donne nei paesi terzi, e la situazione delle donne nei paesi terzi sarà affrontata dalla Presidenza italiana proprio in quella conferenza presidenziale che riguarda la piattaforma d'azione di Pechino e che si terrà, glielo ricordo, a Roma il 23 e 24 ottobre. C'è una specifica sessione di questa conferenza che, ricordo, sarà sempre divisa in due parti. Quanto è stato fatto alla luce della piattaforma di Pechino dell'Unione Europea fino ad oggi? Cosa è possibile fare come dalla conferenza in poi, in vista anche delle discussioni a livello di Nazioni Unite, e una attenzione particolare sarà dedicata proprio alla parità di genere nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, che è un tema di tutela dei diritti fondamentali, un tema di pari opportunità, un tema legato anche a quel tema che lei ha evocato en passant della immigrazione. Secondo noi questa conferenza dovrà anche cominciare a riflettere alla dimensione di genere nell'ambito del quadro di sviluppo post 2015, che andrà completamente ripensato, perché c'era una scadente nel 2015. In questo nuovo ambito ripensamento, la dimensione di genere e il ruolo delle donne, la posizione e il ruolo delle donne nei paesi terzi, certamente deve essere un tema dal lato delle pari opportunità, dal lato dell'empowerment femminile, dal lato dei diritti umani delle donne e delle bambine, e in generale integrando maggiormente rispetto all'esperienza che si sta concludendo degli obiettivi del 2015, maggiormente la dimensione di genere. Sui differenziali salariali, la povertà, altro tema che lei, onorevole Morvay, ha evocato, certo, molto è stato fatto dal lato delle condizioni di lavoro, della qualità di lavoro e della dignità per quanto riguarda le differenze salariali. Occorre però valutare i limiti di competenza dell'Unione Europea e il fatto che questa è in gran parte competenza nazionale degli Stati membri nell'ambito del loro lavoro, delle loro politiche per l'occupazione. Nella valutazione, nella revisione e nella dimensione di pari opportunità che noi vogliamo essere più presente nella strategia Europa 2020, che andrà rivista in marzo 2015, certamente il tema dei differenziali salariali tra uomo e donna è proprio uno dei temi su cui porre un accento e un'attenzione particolare. Quindi sono d'accordo con lei sull'importanza di questo tema all'interno dell'Unione Europea, tra Stati membri di diversa posizione geografica.